Decemberben adták át a vármegyeszékhelyen a nagykörút délnyugati szakaszát, így teljes egészében négy sávon autózható körbe a belváros. A több mint 7 milliárd forint összértékű beruházást 5,5 milliárd forinttal támogatta a kormány. Az avató ünnepségen történelminek nevezték a fejlesztést. 40 évvel ezelőtt már ígéret volt a város számára, a városban élők számára, hogy a nagykörút be lesz zárva a délnyugati szakasza, ugye ez egy másfél kilométeres szakasz, kétszer-két sávos megoldással tudták megvalósítani az itt élők igényét, és ez bezáródott, most már elmondhatjuk, hogy egy teljes nagykörútunk van. Ugye ez a gazdaságfejlesztés is igen erőteljesen javítja és szolgálja a turisztikai szolgáltatásokat, és természetesen az itt élőket. Nagyon fontos, hogy több bekötőút is fejlesztésre került ezáltal, és azt gondolom, hogy óriási teher volt úgymond a belvárosnak, hogy ez a szakasz nem volt kész. Ugye hét évvel ezelőtt kezdődött el a tervezés, és a kivitelezést pedig másfél év alatt megvalósult. Ugye az elmúlt esztendő tavaszán tettük le az alapkövet, és az elmúlt hetekben át is tudtuk adni. Idén újabb óriás cég érkezését jelentették be. A kínai számvoda 580 milliárd forintból a Nyíregyházi Ipari Parkban építi fel első európai gyárát. Óriási harc folyik Európában a befektetőkért. Ugye ezekért a nagy beruházókért Németországgal, Lengyelországgal, Franciaországgal versenyeztünk, és bennünket választottak. Ugye Magyarország gazdasági helyzetét nézik, az adórendszert nézik, a munkahelyeket nézik, hogy milyen lehetőségek vannak, és Nyíregyházára esett a választás, ez nagyon fontos, hiszen meg kell teremteni azt, hogy munkahelyeket hozzunk létre, valamint a munkahely megtartó igény is óriási. Az, hogyha befektetők érkeznek, ahhoz ipari parkokra is szükség van. Ugye az elmúlt időszakban a magyar kormány jelentősen tudott támogatást biztosítani ipari park terület megszerzésére, ugyanis 640 hektárunk van már, és telítődik úgymond a nagy befektetőkkel, valamint az itt lévők is már tudnak terjeszkedni, ez is fontos a következő időszakra. Az országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet a jövő júniusi önkormányzati és európai parlamenti választások fontosságára. Óriási jelentősége van, és nagyon számítunk az itt élőkre hiszen tudjuk jól, hogy mi fidesz KDMP pártja a biztonság pártján vagyunk, és természetesen a gazdaság védelme, a családvédelem elsődleges. Úgyhogy mi ezt képviseltük eddig is, ezt fogjuk ezt követően is. Ugye nagyon fontosak a határvédelmek, azt tudjuk jól, hogy háborús helyzet van az egyik határ, és a legközvetlenebben érinti, ugye nyire házát vagy a térségét. Itt is nagyon fontos az, hogy segítsük úgymond a határon túliakat, valamint a délebbi határszakaszokon viszont a migráció megállítása. Szabó Tünde kiemelte, hogy az elmúlt évek sportinfrastruktúrális fejlesztéseinek folytatásaként a jégpálya, az uszoda és az atlétikai centrum után jövőre elkészül az új labdarúgó stadion is a Vármegye székhelyen.